I'm back baby! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Én Dév vagyok, ez itt a fanfit Geeks, és a Pod of the Morning pihentető volt a Balcsi. Nagyon jól látjátok. Van egy kis, van egy kis melós barnulásom is ami azt jelenti, hogy, hogy nem sikerült teljesen, teljes egészében lebarnulni, de hát egy nagyobb a testfelület, úgyhogy ez nehezebb is volt, nehezebb is volt abszolválni. Jó reggelt életeim! Jaj, de hiányoztatok, meg az asztal is hiányzott, meg, meg egy normális kávé is hiányzott, meg uh, normális hangminőség is hiányzott, meg, 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 ti is. De ugyanakkor, az meg, ez a nyaralás, ez tökéletes volt. Tökéletes elképesztő. A, a ligáról azt kell tudni, hogy semmi nincs. De hogy, de hogy tényleg semmi nincs. Tehát, hogy, hogy olyan a konyha, hogy mindent el kell mosnod, még akkor is, hogyha már elmostad egyszer. Olyan a fürdőszoba, hogy nem tudsz úgy lezolnyozni, vagy tisztálkodni, hogy utána effektíve tiszta légy. És a kertben sincs fű, csak zöld gaz. De ennek ellenére ez a tipikusan az a megnyugtató nomád, ami, amire nem tudod, hogy mekkora szükséged van, ameddig, ameddig nem vagy ott. Nincs középen a kamera, és ettől én most meg fogok őrülni. Jó. Ja. Ez egy ez egy, ez egy kameravány volt. Na, most már sokkal jobban vagyok. Hogy vagytok, drágáim? Blaze, nagyon szépen köszönöm a két hónapos Prime-ot, nagyon-nagyon király vagy, nagyon szépen köszönöm. A, ahhoz képest, hogy uh, Szia Florán, nagyon köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm. Egy csoda vagy. Szóval, a, ahhoz képest, hogy, uh, hogy mennyire kurva jól éreztem magam, és mennyire iszonyatosan megnyugtató volt ez az egész ahhoz képest ilyen tragédiáktól ö, idő volt. Kiderült, hogy nincs köldöksérven például, ami tök jó, tök jó hír. Akár mennyire is elmentem két orvoshoz, és mind a azt mondta, hogy van, de nincs. Ö, kiderült, hogy valami, valamilyen gyulladás, mert hogy nem ilyen köldöksérves tünetek. Úgyhogy ez például egy tök jó dolog, attól függetlenül, hogy most el kell mennem 40 orvosi vizsgálatra, hogy kiderítsék, hogy mi a fasz. Emellett tönkrement a laptopom, gyerekek, tönkrement a laptopom nem működik a touchpadje, úgyhogy a alig a igen, nincs térerő. És a, a nincs térerő az azt jelenti, hogy, hogy mindenkivel tudsz beszélni igazából, de ilyen kicsit olyan, mint hogyha egy lakatlan szigetről egy első világháborúban ott CB rádión próbálnál meg kommunikálni valakivel, ami tök jó, mert hogy ilyen autentikus hangulatot ad. Viszont, amikor egy első világháborús CB rádión hívott fel az Amazon supportot, ahol egy második generációs Skóciában élő indiainak kell elmagyaráznod azt, hogy mi baj a laptoppal, az egy kicsit megnehezíti a dolgokat. Ez hands down így van, viszont, amellett, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, olyan customer service -e van az Amazonnak, hogy ameddig én hívtam őt, hogy lány, baj, addig ő felhívta a razer hogy figyis srác, baj. És aztán nem sikerült elérnie, de egy, egy teljes listát kaptam arról, hogy mit kell csinálnom, és hogyan kell csinálnom. Tehát, hogy ez az a customer service gyerekek, amit én elvárok a pénzemért, és amit ezek csinálnak, az jó, Nyilván egy ekkora cégnek azért egyszerűbb kifizetni a rengeteg embert, aki, aki foglalkozik az idióták problémáival, de hát akkor is. Akkor is. Főleg, hogy itt van aztán tényleg hallod a, hallod a horror story azzal kapcsolatban, hogy milyen a customer service, ugye általánosságban. Na de mindegy, gyerekek, meséljetek ti, hogy mi volt a héten, mi történt. A, igen, segített megoldani a lista, csak fel kell hívnom a Razert, ők küldenek egy futárt, elviszik a laptopot, és ha meg tudják javítani, akkor megjavítják, ha nem, akkor pedig adnak egy újat, vagy levásárolhatom. Ami azért jó, mert ugye azon az áron vásárolhatom le, amiért két éve vettem a laptopot, ami jelenleg a 2020-as Razer Blade-nek az ára, úgyhogy lehetséges, hogy nem akarom ezt kicserélni, hanem kérek egy, uh, egy 140hz-es monitoros Razer Blade-et helyette. Úgyhogy, uh, ja, lehetséges, hogy uh, meg, megéri ilyen helyekről vásárolni. Mert ráadásul uh, úgy, hogy ugye az Amazon egy éves garanciát vállalt a laptopra, két éve vettem. Egy éves garancia lejárt, és ettől függetlenül segítenek, mert manufacturer garancia, tehát a Razer garancia pedig még él rá. Én azt hittem, hogy csak a csütörtöki ö, f, ö, anyagcseréjét intézem a macskádnak, de nagyon jó, hogy minden anyagcseréjét intézem a macskádnak. Lehetséges, hogy egyébként igazából nem arról van szó, hogy a macskád a hangomra szarik, hanem, ö, hanem egész egyszerűen csak arról, hogy 9.30-kor nagyon szeret szarni a macskád. De I'm good either way. I'm good either way. Na, meséljetek, gyerekek, történt -e valami a héten, amiről, amiről lemaradtam? A, megmondom, hogy mi az, amikről tudok. Tudok arról, hogy, hogy elméletileg 10 millió forint megtakarításom van, mert hogy minden magyarnak annyi van. Úgyhogy ez, ez meg volt, ez, ez elért hozzám a semmibe is. Meg azt is tudom, hogy Dr. Disrespect újra streamel. Ezen kívül történt valami a héten, ami, ami nagyon izgalmas volt, és lemaradtam. Ma már szart egyet, ez a tied. Oh. Ilyen szép ajándékokat is ritkán kap az ember. Viktor megették a pókok. Hm. Lemaradtatok a 10 milliós dologról? A... Vityó. Vityó azt nyilatkozta, hogy minden magyarnak 10 millió forint megtakarítása van. Én nem tudom, hogy az enyém kinél van. De ha valamelyik költöknél akkor légy már. már valaki már, légy már. Szükségem lenne. Ó, Karesz, nagyon sajnálom. Ez most nem a legjobb időszak az álláskeresésre, amellett pedig az egyik legjobb időszak az álláskeresésre. Most uh, egy ilyen nagyon furcsa uh, időszakban vagyunk, amikor. Így az véget ért ez a koronavírusos első hullám, elbocsájtottak embereket. Az HSBC, az mond nektek valamit? Az HSBC egy angol bank, ami azaz, az, hogy egy, egy ilyen globál bank, tehát hogy a második legnagyobb bank a Földön, ami elbocsájtott 35 ezer embert most, ami az nagyon durva. Lehet, hogy lölőnél van letétben. 35 ezer embert rúgtak ki. Ugye most egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, mert ugye a, vannak országok, ahol még nem ért véget az első hullám sem, ilyen például Anglia, és vannak olyan országok, akik már ezerrel elkészülnek a második hullámra, és nyilván ez a, a cégeknél is para, mert ők se tudják, hogy igazából mit kellene csinálni, hogyan kellene felkészülni, mi az, amit egyáltalán lehet ezzel csinálni, és emiatt mindenki ilyen biztonsági játékot játszik, és, és kevesebb a, a, a lehetőség a munkavállalóknak. Ja, én is azt néztem, hogy, hogy, hogy kinél, kinél, van a, kinél van az én tízmisém, de... Nem tudom. Bennetek bíztam, srácok. Azt hittem, hogy, azt hittem, hogy nálatok van. Úgyhogy tényleg, tényleg, nagyon jó volt ez a hét. A két barátunkkal mentünk le első körben, akik Angliában élnek, és nagyon-nagyon-nagyon szeretjük őket. Aztán a hét elején lejött Kaci a barátnőjével, és aztán a hét második felében pedig Viki és Bate. És aztán a hétvégén meg már egyedül voltunk újra. Vagy négyen. És nagyon-nagyon jó volt. Én annyira szeretem a, a, legjobb dolog, amit nagyon szeretek a barátaimban, hogy ez egy, ez egy ilyen no judgment zone. Tehát, hogyha ott vagyunk, mit tudom én, tizen, akkor sincs az, hogy ez miért csinálja azt, és ez nekem meg kell felelnem bárkinek. Nem. Mindenki azt csinálja, amit akar. Én például beleloggoltam 30 órányi hearthstone az egy hét alatt a játékba. ami nagyon izgalmas volt, úgyhogy nyertem több mint tíz alkalommal, és visszaestem 1200 MMR-t, mert minden egyes, minden három játékra jutott egy, ami megszakadt, és nem volt hajlandó visszalépni. Úgyhogy ez az internet, ez nem feltétlenül arra van, hogy nyitottam Legendary-t. Hogy nyitottam volna Legendary-t? Hát én, srácok, én nem játszom Pleb Constructed-dal, pleb constructed-dal. csak a high class aranyozott márvány bársony párnán ülő beta játszom, mert az, az az igazi igazi skill. Igazi skill gyerekek. A hablegényes slow motion uh, igen, uh, az a helyzet, hogy volt lent uh, körülbelül 4 millió forintnyi technika és uh, megpróbáltuk kihasználni. Többek között egy 8 drón, amivel, amivel Bait játszott össze-vissza, és aztán megtaláltuk a, a Bait telefonján a, a, slow -mo módot, és onnantól kezdve valahogy, valahogy én lettem ennek az egésznek. <laughs> A, a, az alanya. Bogesz, bogessz! Neked villog a minden, nagyon király vagy! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és üdv a családban, legyetek kedvesek megfelelőképpen üdvözölni őt úgy, ahogy mi azt megszoktuk. Mindjárt megkeresem én is, hogy ez az iPad-en hogyan zajlik, de úgy látszik, hogy... Így. Így zajlik. Erre van szükség és aztán utána, és aztán utána nem tudok visszamenni. De így, jó. Sampor reklámban még nem hívtak. Semmilyen reklámban nem hívtak meg gyerekek. Ez, ez, az, ez, az, én fájdalmam, hogy semmilyen reklámban nem hívtak még. Pedig lennének dolgok, amiket szívesen reklámoznék. Bezony. Olyan megkeresések jöttek, a, ugye ilyenkor általában a nyaralás végén próbálod egy kicsit tompítani az első visszatérős napnak az élét. És az első visszatérős nap az nekem a hétfő volt, ami, ami mondjuk az, hogy nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy én azt terveztem, hogy, hogy ez sikerülni fog, de már pénteken ránéztem, a, ránéztem az e-mailjeimre, és meg akartam, <laughs> meg akartam nézni, hogy mi vár rám ezen a héten, meg, de hogy olyan megkeresések jöttek. Természetesen megjött a 27. Raid Shadow Legends megjelenés egy 27. embertől, aki, akinek fogalma nincsen, úgyhogy erre már, erre már általában minden harmadikra írok vissza, és erre megint visszaírtam, hogy nem, nem, de hogy ennyire közel vannak hozzá, hogy, hogy effektív csak csináljak egy videót arról, hogy miért potrányosan gecifos ez a játék. Mert amikor először megkerestek, akkor letöltöttem, és megnéztem, hogy mi ez a játék. És egy másodperc alatt kiderült, hogy ez az a legnagyobb fosaföldön, nem a legnagyobb, de méretes, méretes fosaföldön. Bulldogs, nagyon szépen köszönöm a négy hónapot, nagyon-nagyon király vagy, és ugyanúgy Kylo, neked is nagyon szépen köszönöm a hét hónapot. Jó reggelt mindenkinek, és neked is jó reggelt. Szia, Nyufi! a scam train is elindult, gyerekek, hát így, így kell visszavárni a, a, a nyaraló streamer gyereket, így kell visszavárni. Úgyhogy geci jó volt, geci jó volt az egész hétvégem de a, vagyis az egész hét, de most, most ez, ez, ez a hét pedig a böjt lesz, amikor mindent be kell futnom, amit, amit, amit nem csináltam. Többek között a streameket. Úgyhogy ö, minden nap fogunk streamelni a héten, ö, a vasárnap kivételével. Még szerdán is lesz stream, mert ö, most hétfőn és szerdán ö, Gergő csinálja a Fusion-t, úgyhogy, úgyhogy a többit meg majd én fogom veretni. A, úgyhogy minden, minden nap fogunk streamelni. Csütörtökön például társast, Hogyha nem lenne ennyi kivágva a kameraképből, akkor láthatnátok, hogy mennyi új játék van. Egyet szeretnék kiemelni, ami nem egy szponzorált videó lesz, hanem egy Kickstarter, amit támogattam. Ez a Muffin Time nevű játék lesz, ami az meg a legalja. A legalja és a legteteje egyszerre. Mert uh, megvan nektek a We Didn't play, play, Test This At All című játék? Na ez az, csak streamline -oltabb. Halára kell szopatni a másikat, 40 év a játék idő, mert, uh, mert egész egyszerűen lehetetlen nyerni, de vonyitva röhögtünk rajta, az meg van, Úgyhogy egy olyan, <coughs> egy olyan társaságot kell hívni, aki még nem játszott vele. <coughs> Ez a játék akkor vagy se streamben, amikor mindenki rájön, hogy végig kussolni kell. Igen, igen. Mert hogy úgy működik a játék, hogy vannak trap kártyák. az a játék lényege, hogy 10 kártya legyen a kezedben a köröd elején. Ezt egy kicsit nehezebb elérni, mint ahogy ez így, mint ahogy ez így hangzik, de hogy vannak benne trap kártyák, amiknek az a lényeg, hogy lerakod magad elé, és azt triggereli valami. Ez lehet olyan, hogyha oda dobsz valakinek valamit, és az elkapja, akkor aki elkapta, attól te lophatsz három kártyát. Lehet az, hogyha tüsszentesz, köhögsz, böhögsz, fingasz, akkor el kell dobnod öt kártyát. Hogyha rákérdezel, hogy mi, akkor is el kell dobnod három kártyát. Tehát, hogy annyira, annyira FVG kompatibilis a cucc, amennyire, amennyire valami az lehet. Úgyhogy csütörtökre megpróbálok össze, összehozni egy, egy, csapatot, és aztán rámegyünk. Erre is, meg van még egy csomó, csomó új játék. Itt van a Kuruzslók, itt van a Quadropolis, itt van a a te a két főre, meg a titkos szavak, és ezek mind olyanok, amik Valószínűleg eléggé rendben lesznek. Kylo, legyen már level 2, nagyon szépen köszönöm a csírt! Nagyon köszönöm. Úgyhogy ez, ez, elég, ez elég fasza lesz. Játékok tekintetében viszont nem állunk olyan nagyon-nagyon jól. Én folytatni akarnám a gadofort, nem tudom ti, hogy vagytok vele. De én azt, azt eléggé adnám. Viktor, nem tudom, hogy Viktor mennyire élvezné ezt egyébként. Bár mondjuk köcsögnek kell lenni a legközelebbi barátaiddal, úgyhogy úgyhogy ez egyébként teljesen simán lehetne így. Kim's Fairy Tale! Üdv a csapatban! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Természetesen jár a szeretet mert itt így, így fogadjuk a, 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 az újonnan, újonnan érkezőket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy jól fogod magad itt érezni. Használd az emótjainkat, vannak köztük olyanok, amik egy kicsit ijesztőek, de hozzá fog szokni. Mond a nevem, füles! Nyögtem, Ici Igen, volt egy Pod of the Morning, amiben, hogy is mondjam, Kornót csináltunk a bicimacóból, de csak egy picit, picit, tehát hogy nem úgy, hogy, hogy, hogy teljesen meggyalázzuk a, a teljes gyerekkorunk emlékeit, de azért közel, közel voltunk hozzá. Közelebb kerültünk hozzá, mint az kényelmes vagy indokolt lenne. <tosz> Jaj, gyerekek! Kérte, hogy ijesztő. Fiatalok, az ijesztő az pontosi. Gyerekek, pontos, De ha le vagy némítve, akkor miért adsz hangot? Miért adsz hangot? Jó, ja, hogy azért is ijesztő, értem. Pervers Robert Gida. Na jó, mert most már most uh, érzem, hogy itt visszatértünk. Visszatörtünk. Szia, Császit! Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon fasz a hét volt, és nagyon remélem, hogy a hónap hátrelevő levő része is ennyire, ennyire zsír lesz. Most úgy tűnik, úgy tűnik. Tegnap például ö, én nagyon sok mindent terveztem, ebből annyit sikerült, hogy kipakoltam a bőröndömet, rendet raktam a, a, a stúdióban, hogy tudjunk, tudjunk ma streamelni, <kül> és összeraktam Júlci-nak a webshopját, mert Júlci Megint tervezett egy ruhát, mert hogy ő egy ilyen lány, aki tervez ruhákat, és ö, tegnap indult a, a, az eladás, és hát azt hiszem, hogy nem kellett hozzá tíz óra, hogy elkapkodják az összeset. Nagyon durva, nagyon durva. Úgyhogy össze is fosta magát rendesen az oldal, annak rendi és módja szerint, és ö, a, van egy programozó uh, ismerősünk barátunk, aki nagyon-nagyon-nagyon cuki, és itt volt délőtt, és segített így egy pár dolgot, de aztán képzeljétek el, hogy én találtam ki, hogy miért omlott össze. Úgyhogy I am so proud. I am so proud. Nem annyira rejtett reklám, a feleségem ruha kollekciójáról van szó, ráadásul Megvették az összeset. Úgyhogy úgy, úgy, én ezt aztán teljesen hiába reklámozom. Viszont, tök, a, tehát hogy megvan nektek az, hogy, hogy, hogy Jack of everything, master of none. Jack of all trades, master of none. És megvan nektek ez, hogy ez nagyjából mit jelent? Szponzor cégek. <laughs> Igen, 50%-ot kérek érte a Jócsitól. Baba, 50%-ban egyeztünk meg, ugye? Azt mondta, nem, nem. A. Tessék? Nem tudom, mit mond, fogalmam nincs, nem hallom. De mennem kell majd úgyis csomagolni hozzá, úgyhogy akkor majd átbeszéljük. Master of none az a mestere, nem? Arra gondoljatok, hogy uh, tudjátok, vannak emberek, akik nagyon sok mindenben jók, de semmiben kiemelkedőek. És ez a jack of all trades, but master of none. Ez, uh, ez tipikusan, tipikusan erre utal, hogy, uh, hogy sok mindenben jó vagy, sok minden rálátsz, de hogy semmiben nem vagy olyan kiemelkedően jó. És uh, én ezt nagyon szeretem. Én ezt nagyon szeretem, hogy, uh, hogy így élem az életemet. Hát az én vagyok. Igen, nagyon sokan vagyunk uh, ezzel így az a helyzet. Tényleg nagyon-nagyon sokan. És szerintem ezzel nincsen az ég a világon semmi probléma. Uh, főleg azért, mert csak, uh, csak, tudod mindig, amikor látod azokat az embereket, akik 9 éves koruk óta ügyvédnek, orvosnak, uh, tűzoltónak, faszomnak készülnek, uh, és, és, geciók abban, amit csinálnak. De egy geció dolog van, hogyha odaadsz nekik valami mást, akkor az ilyen... Tehát, hogy egy helyről jön a sikerélmény. És az a baj, hogy minden olyan, amiben én közepesen jó vagyok, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon élvezem, ahhoz, hogy te ilyen kiemelkedő, tehát, hogy kiemelkedően sikeres lehess benne, ahhoz kiemelkedően jónak kéne benne lenned, én pedig nyilván nem vagyok az. Sok lábon kell állni, Kovlili. Így van. Sok, sok láb. Én a én világéletemben így voltam. Nem, ez egyébként nem így van. Ez egyébként nem így van. Az utóbbi tíz évben vagyok úgy, hogy, hogy több láb. Mindenképpen több láb. Tehát, hogy én nem tudok úgy, hogy azt csinálni, hogy egyetlen egy dolgot csinálok. Tehát, hogy most is van, mit tudom, egy négy-öt olyan futó projekt, amiben, amiben én dolgozom, és nekem, ez, nekem erre szükségem van, mert hogy mindegyikben kiélem valamilyen szükségletemet. És, jaj, Perzeusz, nagyon szépen köszönöm az öt hónapot, mindjárt fél év, haver. Hát, jut eszembe fél év. Tudjátok-e, mi történt 7 évvel ezelőtt a mai napon? Kitaláljátok-e? 7 évvel ezelőtt, augusztus 11-én. Első fanvid Giggs, nem. Kiléptem a GameStarsból, akkor oh, várj. Nem. Lemaradtam, Emma! Ne haragudj! Ne haragudj, ne haragudj! Visszamegyek, visszamegyek, visszamegyek! Hogy megyek, visszamegyek? Meddig kell visszamennem? Ahú, oh, újra a Gecire lemaradtam. Jaj, életem, nagyon szépen köszönöm, és bocsánat, bocsánat, nagyon köszönöm a hét hónapot Emmám! Hát tudod, jó, hogy imádlak. A közösségi építéssel és a veletek való kommunikációkkal. Na, sziasztok! Na mi a Geci van? Én ilyet sosem mondanám. GameStar első végigjátszás? Nem. Hazajöttél Magyarországra? Nem. Minecraft végigjátszás? Az már az, az akkor volt. Első play? Nem. 7 évvel ezelőtt, augusztus 11-én hoztuk haza Elite. t Mert uh, akkor lett 6 uh, hetes, nem 5 hetes, 6 uh, hetesen hoztuk el, és uh, és akkor hoztuk el elit. Úgyhogy fel is dobta, én is csak onnan tudom, hogy feldobta a Facebook azt a képet, amikor amikor Elit először ugye Veszprémbe vittük édesanyámikhoz, mert hogy Várpalotára hoztuk el. És valaki írta? Lemaradtam. Lemaradtam. Mindenről lemaradok. És Veszprémbe vittük először, és előtte beugrottunk a, az egyik ilyen állatkereskedésbe, vettünk neki egy kis tákát, meg ilyen, ilyen babakaját, meg minden ilyesmit, meg plédet, meg mit tudom, mindegy, és, és anyóékhoz mentünk, és Eli életében először letettük meg, és akkor féltem életemben először az életéért, mert úgy evett be az meg, hogy, hogy az egész arca így, teljes, teljesen beborította a nem tudom milyen döglött állatot adtunk neki, de az, és aztán utána felraktuk a hinta ágyra, ahol ott voltak a dolgai, és benne aludt a saját tálában. Annyira készen volt. Úgyhogy Elinél, Uf, az meg, a... minden nap hálás hát vagyok ezért a kis dögér. Minden, minden nap. Minden egyes nap. Ez egy fasz a hét fasz arca. Rolikám, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Hans Regenkurtnak 20 Három szabgift roli. 23. Nagyon-nagyon király vagy, és nagyon szépen köszönöm. Elének bizony lóg a fülölkajá. Nem, most már annyira nem. Mert uh, van egy ilyen külön tákája. amiben intézi a dolgokat, hogy ne tudjon zabálni. Így is zabál, így is belefullad, így cserágja meg, de legalább lassú. <laughs> vagy lassabb egy kicsit. Rirald, nagyon szépen köszönöm a kávészünetet. It is fucking happening, man. Mármint, jaj. <laughs> Gyerekek, jövő héten, jövő héttől szerdánként lesz magyar Fusion Quiz ezen a csatornán. Úgyhogy érdemes felkészülni, igyekszem majd mindig valamilyen ajándékot berántani, hogy legyen valami kis nyeremény is a minden kvízre, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy mennyire fogja az embereket embereket ez érdekelni. A Csiki nem játszhat, tehát a Csiki ki lesz a az első pillanattól, hogy mindenki élvezhesse a játékot. De <tosz> <tosz> De ez lesz a válaszok és dévedések, és jövő hét szerdántal indulunk. Wow, wow, wow! Imádni fogom, imádni fogom. A... Hogy, hogy nem kaptad meg a PS kódot? No, Chiki Go Party. Bulldogs egészen biztos, hogy. Uh, egészen biztos, hogy meg kellett kapnod. havi fődéj a tested lesz, vagy legalábbis grilleste veled. Ilyeneket nem sorsolunk. Ezt megtanultam már a, a Fanvitgig első évében, hogy ilyenrel dolgokat nem sorsolok. Mert abból csak, abból csak a baj van. Lesz lesz hozzá intro is, de f, uh, igazából, tehát ez a Fusion Quiz brand alatt fog, uh, alatt fog, majd működni, de én fogom ezt, uh, én fogom ezt uh, intézni majd. Meg ugyanúgy, a, ugyanúgy abból a stúdióból lesz, de én írom a kérdéseket, és uh, így fogjuk majd összerakni az egészet. Bulldogs, mindjárt a stream után, stream után ránézek. Rám írsz, kérlek? A valamelyik platformon, nem, majdnem mindegy, hogy melyiken, csak valahol írjál rám. Twitter, vagy uh, itt. Itt a legjobb, itt a legegyszerűbb. Szóval uh, szerdán indulunk, uh, még nem találtam ki, hogy mi lesz az első, az első téma, de f, uh, valami, valami mókással fogunk indulni az egész biztos. Nagyon hasonló lesz egyébként az egésznek a, a, a menete. Tehát, hogy ugyanolyan kérdés, kérdés típusokra lehet majd számítani. A nem szerd, a hát nem tudom, hogy szerda este legyen, vagy szerda délután. Én arra gondolok egyébként, hogy, hogy úgy kellene megcsinálni, hogy megcsinálom a magyart, és aztán rámegyünk az angolra. Hét éve hoztuk haza Ellenort a Márta Ellenort. Jaj! Úgyhogy ez emiatt is, emiatt is nagyon lelkes vagyok. <kül> Írni fogok a, az ilyen barát cégeknek, a, akiket ismerek, és, és, jóban vagyunk, hogy ha van kedvük, akkor, akkor adjanak már ajándékokat, amiket ki tudok közöttetek sorsolni. A, én ezt egy kicsit inkluzívabban szeretném csinálni, tehát az, hogy a, az első az, aki megnyeri az adott quizzt, az megkapja a VIP-t ezen a csatornán, és vip ink még egyáltalán nincsen, azt hiszem. Legalábbis, ha van, akkor is nem, nem értem, hogy, hogy, hogy miért. De, de, mindenki között szeretnék sorsolni nyereményeket, hogy mindenki azt érezze, hogy, hogy, hogy érdemes játszani, és nem csak azt számít, hogy ki a legfaszábban. Mi ez a VIP? Semmi. A VIP az igazából egy ilyen kiemelés a csatornán. És és nem, nem, nagyon... Az baj, hogy, hogy mint tartalomgyártó nincsen igazából a jogod hozzáadni bármit a VIP-hez, hanem az csak egy ilyen ennyi. Még csak nem is ingyen szab egyébként, mert hogy a VIP sem használhatja a szabemótokat. Azt hiszem, hogy a VIP kap ilyen izélkat. Tehát kap egy badget, ami, ami biztos, és, és, a slow alól felmentést élvez. Emotokat használhatja a VIP, és nincsenek reklámok a VIP-nek. Slow mode, azt tudom. Ja, nálam a modok a VIP-ek. Nem, hát nálam a modok a modok. A modok a modok. Szubolni chatben is emótokat. Aha, tehát, hogy a VIP pedig olyannak adtunk, aki, akinek uh, nem volt lehetőség, tehát hogy mondjuk hosszú ideig, uh, hosszú ideig volt uh, feliratkozó, az aktív része az egész csapatnak, de mondjuk nem áll módjában feliratkozni. Azoknak uh, szoktam vip adni. Most viszont azt fogja kapni a vip -er, aki megnyeri a kvízt, és uh, tényleg megpróbálok majd berántani olyan ajándékokat, amik... Uh, amik, amik uh, ami, amikkel érted, tehát, hogy csak valami ilyen, ilyen kis záz, mit tudom én, egy, egy, társas játék, egy PS4 játék, egy, 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 valamiből, gyűjtőiből valami faszon, bármi ilyesmi, hogy, hogy legyen valami, ami, nem is az ösztönzés, mert szerintem ez egyébként bármiféle ilyen nyeremény nélkül is tök jól működne, mert az egész igazából arról szól, hogy fun and games, fun fun, fun and games és ennyi. 30 dek parizer. Így van, 30 dek a parizer gyerekek, és de lehet, hogy csak 20, mert nehéz időket élünk most. Nagyon nehéz időket élünk most. Az első vizetsíkinek nem, nem, nem. Az a helyzet, hogy az a, az a, baj, hogy Csiki okos. Tehát, hogy Csiki nagyon jó ebben. <kül> Mert megnyerte azt a kvízt is, amit direkt úgy raktam össze, hogy ne lehessen googlezni, érted? Tehát, hogy effektív nem lehetett, nem googlezni. Itt aztán lemaradtam egy... Roli, nagyon szépen köszönöm a 24 feliratkozásra, ajándékozásodat Lordnak! Lordom életem. Bocsánat, kell hogy lemaradtam. <coughs> Vagy csak ravasz. Az a helyzet, hogy ez nem, ez nem csak ravasság kérdése szerintem már, Én biztos vagyok benne, hogy tudsz dolgokat. De abban is biztos vagyok, hogy, hogy rengetegen csalnak. Tehát nekem azt bazd meg senki nem mondja, hogy valaki fejből megmondja a Dim Gray-nek a hex kódját. Nekem azt senki nem mondja. Egyébként 69, 69, 69, de senki nem mondja, hogy ezt fejből tudja valaki. Ellennék keseredve, gyerekek. Ellennék keseredve. Mert nekem nem baj, ha hacsaltok, csak ne tessék a Dávid bácsit hülyének nézni teljesen. A powerplant nem ér egy vipet? Igen, lehetséges, hogy ez Kacinak a rossz hatása egyébként az egész, az életünkre, így általánosságban az életünkre. igen, vannak kódok, amiket szakmai ártalomból tudhat az ember, tehát hogy például itt nagyon sokan tudják, hogy a tilnek mi a hex kódja. Ezt kifejezetten sokan tudják erre felé. Szia, Bence! Jaj. Na, azt beszéljük meg, hogy vus, -vus szamurájt szeretnétek folytatni, vagy God of szeretnétek folytatni. Én mind a kettővel uh, rendben vagyok, abszolút. A, csak az egyik játékot szeretném mindenképpen folytatni. Már akár ma este is. Csinál valaki egy szavazást? Mert, uh, mert most csak belefogjuk. Mehet a szavazás, Skoll, igen, köszönöm szépen. Egy szuperság vagy. Mert hogy Katy Perry mind a kettőben van. Ez, ez, ez az, amit tudnék, hogy Katy Perry mind a kettőben van, és Ori, szia Tevin, jó? Megjött a toló kettő, és imádott Csiki, nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki, Dude. Nagyon örülök. Megérdemled. Főzöcskézzünk ma? igazából simán főzőcskészetünk. Össze tudom rakni a technikát. Simán főzőcskészetünk, főzőcskézzünk. Aztán este meg, este meg játszunk. Jó, akkor legyen az, hogy a főzőcskézés az alap, és, és este, este meg valami játékkal bezárjuk. És azt meg majd most eldöntitek ügyesen, hogy melyik legyen. Erősen megy a God of War. Én is a szavaztam most, bocsánat. <laughs> a főzés az simán mehet. A, van, <kül> vannak is itthon egyébként dolgok, amikből lehet. Le van fagyasztva a hús. Kitalálok valamit, kitalálok valamit. Teodórem, hát köszönöm, hogy emlékeztettél. Kedvan. A Flying Vok napja. Kovi, <kül> nem baj, ha te is főzöl, sőt, miért nem lehet hearthstone választani? Nem akart... A, tehát, hogy a Hearthstone, az egyébként nagyon szívesen csinálnék ilyen vicces Hearthstone kontentet, és uh, igazából ki is nézhetnénk egy napot, amikor úgyse néz senki, és akkor mi lenne, hogyha akkor néz, akkor hearthstone amikor egyébként úgy sem néz senki. Ezért szoktam egyébként, hearthstone ugye van egy Discord szerverünk, minden szab meghívást kap erre a Discord szerverre, és ott vannak ilyen privát streamek, van egy stream szoba, ahova általában bemegyek, mostanában sajnos kevesebb időm volt rá, de most egy kicsit visszaáll majd az élet. És uh, ott szoktam streamelni, és ott általában hearthstone szoktunk. Na, hadd nézem. Elég erős a, a, a elég erős a God of War, gyerekek, elég erős a God of War. A Discord dolog az úgy működik, drága Eni, hogy ha beírod egyébként, hogy felkiáltolja a Discord, akkor ki is írja, de elmondom neked szívesen, hogy valójában a Discord accountodhoz hozzá kell adni a Twitch accountodat, és akkor a Discord automatikusan kidobja, hogy melyik csatornákra vagy te jogosult belépni. Úgyhogy ezt, ezt tudom neked javasolni. Ha esetleg valamilyen úton, módon ez nem sikerül szerelmem, akkor írjál rám és küldök egy linket. Akkor nem vagyok fenn DC-n, amikor ráérsz. Én nagyon random időkben vagyok fenn és az utóbbi egy-két hétben kicsit el is hanyagoltam a múlt hét az értelemszerűen azért, mert nem nagyon voltam, az előző hét pedig ilyen preppes, felkészülős dolog volt, tehát három Fusion csináltam azon a héten, abból az egyiket egyedül, úgyhogy, úgyhogy amiatt egy kicsit megcsúsztam a dolgaimmal. És, és nem voltam annyit Discordon, pedig nagyon szeretek Discordon lenni. Eközben az eredmények befutottak, 73 százalék God of War. Úgyhogy én azt mondom, hogy ma este bizony über, über God of fog itt történni. És uh, én nagyon lelkes vagyok miattam, mert imádom ezt a játékot, és ezt a New Game Plus dolgot már nagyon régóta el akartam kezdeni. Megjött a kukás. Nagyon régóta el akartam kezdeni, és, uh, és tök jó, hogy így lehet. Így lehet pörgetni. Mit főzzünk? Mit főzzünk? Van ötletetek, hogy mit főzzünk? Boy! Szia Buben! Azt hiszem, hogy sert és karaj van itthon és csirke. És valami olyasmit kellene, amiből tudok kétfélét csinálni. Tudok egy vegá opciót csinálni meg egy uh, meg egy húsos opciót. Azt tudom hogy Gyulcsi mit szeretne ma enni mert minden nap szeretné azt enni. Egy uh, valithon gomba és egy fokhagymás gomba szószt lehetne csinálni azt lehet tofuval és tésztával, illetve lehet csirkével és tésztával. Az elég jól hangzik. Neomér, miért? Nagyon köszönöm az öt hónapot. Nem tudom, hogy miért ugrott 17 oktávot a hangom. Elnézést, de nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Mi a fasz? Dávid, csináld, csináld a beszédet. Gö! Ez egyébként jól hangzik. Baba, mit a ma? Julia? Ide tudsz jönni egy picit? Nagyon kell egy Pro Streamer emót, és nem tudom, hogy mi legyen rajta. De valószínűleg ennek kéne rajta lennie, hogy... Az a kérdés, hogy mit szeretnél volna enni? Főzős streamezünk délután, és uh, főznék valamit. Zöldségeset akarsz enni? Egészségeset? Tehát akkor a fokhagymás tejszínes gombás tofus tészta az nem egészséges. Aha. Az a baj, hogy ha Júlcsinak adsz egy opciót, amire belekapaszkodhat, akkor abba bele fog kapaszkodni. Olyan, mint kaci. Csak kevesebbet szexelünk kacival. A, mund nagyon szépen köszönöm az öt hónapot, fokhagymás gomba, nyami, ez már csak jó lehet. Én nem eszem gombát, én utálom a gombát, és viszont valami miatt nagyon jó gombás dolgokat csinálok. Valószínűleg azért, mert miközben csinálom, azt, azt látom, hogy süllyel meg te gomba, te tögölj meg, remélem fáj. És emiatt lehet, hogy jó. Én nem szeretem a gombát egyáltalán. De majd most főzünk jól és én megeszem simán tejszínesen. Már ilyen fake tejszínesen. A gomba az nagy vízválasztó egyébként. Én legalább tudom, hogy miért nem szeretem a gombát. Na jó, elmeséljem? Fú, az mennyi gomba. Mennyi gomba rajongó. Nekem még csak attól se függ, hogy hogy van elkészítve. Ilyen engem beskatujázott. Egy, egy, életre, egy életre tökretett. Ott van Anna! Gombával. a gombával! ilyen 15-6 éves lehettem, és 15-6 évesen már így ettem mindenfélét. Tehát, hogy nem volt ez a fú, ezt nem akarom. Úgyhogy ettem mindenfélét. Többek között gombát is. Nagyon szerettem anyám rántott gombáját, anyám gombaszószát meg pizzán is szerettem a gombát. Tehát, hogy így a gombával én teljesen rendben voltam. Aztán anya elment valami, ő a turisztikában dolgozott, úgyhogy ő elég sokat utazott, és elment egy hétre, azt hiszem. Úgyhogy a, a fiatalabbik bátyámmal és apámmal maradtunk otthon egy pár napot. A édesapám nem egy hatalmas konyhatündér. A, az ő... <kül> hogy, fogalmazzam meg az ő étkezési szokásait? Ő egy, egy, egy proli gurmé, ami azt jelenti, hogy ha elmegyünk egy jó étterembe, akkor ő a tökéletes hússal a tökéletes bort fogyasztja, és viszont ha nem van aligán, akkor egy hetet is el tud élni löncshús konzerven. Tehát, hogy ez a proli gurmé. ez, ez. Úgyhogy nem, nem, egy nagy, nem egy nagy konyhatündér, azt, azt, meg kell hagyni, viszont nagyon szeretett kísérletezni mindig is, és arra gondolt, hogy, hogy most ő van itthon, gondoskodni kell a gyerekekről, úgyhogy elment a piacra, és vett háromféle gombát három különböző nénitől, és azt mondta, hogy ez lesz életünk gombapaprikása. Jó, de én jó vagyok a pizzával, apa, tehát, hogy emiatt, emiatt, aztán igazán nem kell aggódni, de hogy ő megcsinálta, megcsinálta, megfőzte, és, uh, <kül> és kitálalta nekünk, a bátyámnak és nekem, abból a gombából egy, de szerintem kettő emberi emésztésre alkalmatlan volt teljes egészében, úgyhogy a bátyámmal felváltva hánytunk egész éjszaka, és másnap annyira szarul voltunk, és ez volt az első alkalom, amikor azt éreztem, hogy, hogy lehetséges, hogy apámnak vannak fenntartásai velem kapcsolatban. És hogy nem, nem teljesen őszinte az a, a, az a szeretet, és nem amiatt, hogy megmérgezett, mert hát nyilván ez mindenkivel előfordul a legjobb családban is, viszont ő nem evett. Ez volt az első klum, hogy lehet, hogy jobb gyereknek kéne lennem, mert hogy lehet, hogy ezt figyelmeztetésnek szánta. És az a helyzet, hogy amikor másfél napig Heinz gombát, akkor, uh, akkor elmegy a kedvet tőle. És én éppen, hogy csak ismerkedtem ezzel a gomba dologgal. és, uh, és, és ez, a, ez a kaland, ez véget vetett a bimbódzó barátságunknak. Édesapám a mai napig azt mondja, hogy, uh, hogy valami más lehetett, mert hogy annak a gombának semmi baja nincsen, meg nyilván nem szereti, hogy ezt én elmesélem, de hát Tudja meg mindenki, hogy milyen gyerekkorom volt. Szabi, itt vagy már fél éve. Igazán megtanulhatnád, hogy a fényhozóhoz nem egy kódot írsz, hanem a szint. Mert arra nem fog reagálni egy másodpercig sem. Ez a rövid története az én gomba problémáimnak. Narancs. <kül> Narancs, mi? Nincs itt a telefonom. itt van. itt van. Hey Siri! Change lights to ginger. ginger coming right up. Köszi. Úszni delültem úgy, hogy apám kidobott a Balaton vizéből, aztán úszta partik fiam. Nem is volt így nagy a, Nem is volt nagy para kiúszni, viszont amikor a zsákból kiszabadultam, Blue! Teal! Nagyon jó! Beindult a háború, gyerekek! Beindult a háború! Hey Siri! Change lights to teal! Nem Bill! Nem Bill! Change lights to teal! 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 ment! A háború! A háború elkezdődött! De hát Flórával nem lehet háborúzni, gyerekek! Azt uh, már hosszú ideje megtanulhattátok, hogy folójában nem érdemes háborúzni. Feladni, feladni egyszerűbb. Ó, Csiki már próbálja a ginger. De hát tudja jó, hogy a ginger az külön áras, az nem tízezer. <coughs> az nem tízezer. Csiki, az hogy. a quizen csalsz, az egy dolog. Change lights to blue. Okosan, fiatalok, okosan. És Flora el is intézte egy másodperc alatt, úgyhogy... Change lights to teal. Ginger, én nem mondtam Szirinek. Az se tudja, hogy mi az. Change lights to teal. Nincsen csirke. Csak a teal gang? Hogy Hogyhogy nincsen csirke? Nincsen csirke. Kéne, hogy legyen. Zene sincsen? A Ginger hónapok óta 100k, haver. Hónapok óta 100 Úgyhogy, ha valaki el akarja bőrnölni a pénzét a tilre, akkor zene sincs. Mi a fasz? Ah. Pedig ezeknek a dolgoknak, mi... a zenének is lennie kéne, meg a hangoknak is lennie kéne. a büdös picsába. Most már jó, ugye? Ja, hogy tudsz hanggal alcizni. Homlokkem, igen, ezek vannak. Most már van, csirke. ugye? Mm. Jó, csirke. Jó, csirke, ott van, ott van Szavikem! köszönöm. Köszönöm a tesztet. Jaj. Animal Crossing. Legfeleslegesebb dolog a Földön gyerekek. Az a helyzet, hogy uh, csütörtökön, Viki, csütörtökön mondhatod azt, hogy kussoljak. Egyébként sajnos. Egyébként sajnos még kis timeout ol nem tudom, hogy kell ipad a Timeout-olni. Íme, ez nem kell meg ebédet főzni. A. Nekem is. E-mailöznem is kell. Streamelnem is kell. Főznem is kell. Meg rendbe kéne rakni itt a dolgokat egy kicsit. Fú, nagyon el vagyok maradva. Ráadásul vettünk egy, vettünk egy ilyen gumimedencét, egy ilyen egész nagy gumimedencét. És úgy mentünk el, hogy még nem volt benne a kis algátlanító tabletta, mert azt mondta a bátyám, hogy úgyis jönnek át grillezni, meg, meg fürcsizni, vesz. Mondom, fú, nagyon zsír, nagyon-nagyon zsír, legalább ezzel sem kell foglalkozni. És aztán átjöttek vasárnap, három órával azért, hogy megérkeztünk, úgyhogy mint zöld getha van az egész medencében, úgyhogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. A tics milliókból vettem 17 ezer forintért egész pontosan. De nem is én, hanem Julcsi. <laughs> ő, a, ő a Youtube milliókból. Jó, de hát én bízok a, bízok a testvéremben, hát van egy tíz évvel idősebb, mint én, hát azért csak tud valamit. De ezek szerint nem. Azt hittem, ez így természetes zene és csirke nélkül, azt hittem, hogy a csirke idegesít, és azért volt kikapcsolva. Nem. Én jelenleg nem hallom a csirkét, a csirke titeket idegesít. Az pedig, drága barátom. I'm so sorry. So sorry, not sorry. Egy fél deci hipót, rögtön tiszta lesz. Dobisan, ö, nem, nem érzem ezt. Nem érzem ezt biztosnak. Úgyhogy inkább el fogok menni, és el menni, és veszek ilyen kis, ö, kis, tabikát, és az, az majd rendbe rakja ügyesen a helyzetet. Mert nagyon mást ö, nagyon mást nem tudok csinálni. Meg a, a kert, a kert is borzalmas állapotban van. Valami miatt uh, kirohad a fű éppen, amitől uh, eléggé el vagyok keseredve, mert rengeteg energiát raktam abba a kurva fűbe, úgyhogy, uh, úgyhogy sajnos kénytelen leszek. kénytelen leszek egy kicsit uh, többet foglalkozni ezzel a héten. De f, uh, azt számolgattam, hogyha most uh, mindent parádésan csinálok, akkor péntekre visszatérünk a rendes kelékvágásba, és nagyjából be fogom tudni futni magam az e-mailekkel, a streamekkel, a videóvágással, a szervezkedéssel, meg minden ilyesmivel kapcsolatban. Ámen! Történjen, történjen nem igen, de ahhoz most össze kell kapnom magam. Nyilván a kedd az ilyen egésznapos stream nap, úgyhogy azzal nem nagyon tudok mit csinálni, de a, a, szerdát majd meg kell tolni elég erősen, hogy, hogy ezzel ne legyen később probléma. Egész pontosan napnyugta után locsolom minden egyes nap. A... De hát ezt nem akartam. Na jó, van. A népi medence tisztító gyógymódokat felejtsük el. Árulnak itt tablettát ami azt mondja, hogy megölöm a gecit, ami a medencétben úszkál. Locsolni kell a füvet, írja -nyuszi. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Én azt hittem, hogy tele kell húgyozni a kertet. Tabiban is klór van, igen, de a klór az azért csak nem ugyanaz, mint a hipó. mármint hogy teljes egészében. A, amint lement a nap, akkor szoktam locsolni. Amint már nem süti ezerrel a nap, azonnal locsolok. Meg néha éjszaka, amikor elfelejtem napközben, vagy nem vagyok itt. A 10 millió medence szakértő országa vagyunk. 10 millió megtakarítással, ami azért elég zsír. Azt azért mondjuk meg. Kagyló és a halak is tisztítják. Na hát én nem akarok az meg halakat a medencémbe. Oké, okay, betette a kaput, ezzel véget fog érni ez a stream. Ez, 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 ez. sok, Nyuszi, sok. Szóval, Alvaevő halat. Gyerekek! Nem akarok halat! Nem akarok halat abba, amiben ülök! <laughs> Mondjuk eddig egyszer ültem benne, de a, 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 az is sokkal jobb volt halak nélkül. Viszont regáim, délután akkor főzőcskézünk, elképzelésem sincs, hogy mennyi az idő, fél tizenegy van. Ilyen kettő óra fele lehet erre ügyesen számítani. A, és utána este pedig Gadoforral fogjuk folytatni. Oh yeah! Ezt ügyesen megszavaztátok, és köszönöm szépen, mert God of volt inkább kedvem ma. Úgyhogy ez a, ez a, mai programunk, van egy ötlet azzal kapcsolatban, hogy mit főzünk délután. Ugye ez a tejszínes gombás tofus tészta dolog. A, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy kitalálok-e addig valami jobbat, úgyis el kell mennem boltba, mert nincs itthon ez szar se. Úgyhogy drágáim, addig is legyetek nagyon-nagyon jók, imádlak, szeretlek titeket, és találkozunk egy pár óra múlva. Cook with Geeks, főzőcskézünk, fasza-fasza dolgokat. Sziasztok drágáim! Bá!